Kis szünet után folytatódott az a gazdasági fórum sorozat, mely a cégeknek, vállalkozásoknak próbál segítséget nyújtani abban, hogy minél eredményesebben tudják működtetni a vállalkozást. Most Marton András, a Széchenyi Iroda vezetője, és dr. Ábrahám Csaba ügyvezető kapott felkérést arra, hogy a pályázatírásról, az új pénzügyi ciklus pályázati lehetőségeiről, a források lehívásáról tájékoztassák az érdeklődőket, lehetőleg úgy átadva az információkat, hogy azt minél inkább át tudják ültetni a gyakorlatba. Hát igyekszünk olyan jellegű és olyan típusú információkat megosztani a vállalkozásokat, amit már másnap a vállalkozói munkájuk során adott esetben fel tudnak használni. Tehát próbálunk olyan információkat átadni, ami valamilyen tanács, illetve olyan eddig általuk nem ismert információ, amit tényleg a mindennapokban tudnak használni, illetve olyan jövőben mutató információk, ami a közeljövő, illetve a távoli jövőnek egy-egy fontosabb elemét célozza meg részükre. Önmagában egy pályázatot elnyerni sem egyszerű feladat, de utána is van még teendő bőven, fogalmazott dr. Ábrahám Csaba ügyvezető. Olyan gyakorlati tanácsokat igyekszem elmondani, hogy mik azok a picike, apró részletek, amire oda kell figyelni ahhoz, hogy az elszámolás, a kifizetés, a projekt előrehaladási jelentés, és így tovább, hogy ezek zökkenőmentesen menjenek. Tehát inkább ilyen olyan dolgokat fogok elmondani, amik az útmutatókban nincsenek leírva. A pályázati feltételek számos dologban eltérnek az eddigiektől, és fontos az is, hogy jelentősen nagyobb forrás lehet majd lehívni, mint az előző 7 éves ciklus során. Eddig meg voltak osztva az operatív programok, tehát egy-egy operatív programhoz lehetett benyújtani pályázatot, a vidékfejlesztés például teljesen külön kalap alá került, egy egészen más világ is volt, egy ott benyújtott pályázat, illetve egy hagyományosabb EU-s pályázat. Ez most megint változni fog, olyanra is van most már lehetőség, hogy egy pályázaton belül lehessen például vidékfejlesztésből is, illetve egy vállalkozásfejlesztési, vagy éppen egy regionális fejlesztési kalapból is pénzt kapni. A tervek szerint minden hónap végén szeretnének egy-egy ilyen fórumot tető alá hozni az érintetteknek úgy, hogy ne csak passzív nézői legyenek ezeknek, hanem aktív hozzászólásaikkal is segítsék a fórumok eredményességét.